Hú, kezdem érezni amúgy kicsit, hogy megfáztam, úgyhogy nem vagyok toppon. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a szeptemberi, úristen, már október vége van, szóval amúgy a szeptemberi összegzésem lesz, főleg az elmúlt két napom után nem vagyok toppon. Oké, ha valaki látta a könyvfesztiválos videómat, akkor az egyik könyvet már tudni fogja, hogy mi az, amit olvastam a hónapban. Egyébként összesen kettő darab könyvet fejeztem be szeptemberben, viszont mindkettő elég vaskos volt, úgyhogy így is büszke vagyok magamra, hogy belefért mindkettő. Úgyhogy ja, nézzük is. Szóval az első az Natalia Serbától volt, a Fenissa és az Álmos Ház. Ezt a könyvet igazából kb. A megjelenéssel egy időben, kicsit talán előtte kezdtem el, olvastam, mert a könyvfesztiválon beszélgettem én, Edmond és a Teleki Anna, a fordító, Natalia Serbával volt egy ilyen kis előadás, ami tök jó volt, így beszélgettünk erről a könyvéről, főként ugye erről a könyvéről, de az ormágusokat is említettük, és egy tök jó kis beszélgetés volt, és ez ugye a szerzőnek az új könyve, ez is egy sorozat, ugye ez már nem az ormágusokhoz tartozik, ebben a kötetben az álmok, így az álomvilág, ezek a mágia rendszernek az alapjai, ugye az ormágusokban az idő volt, ebben most az álmok, és Fenisszát vagy Fenit követjük, aki kiskora óta ilyen nagyon furcsa szerzetnek számít a családjában, ugyanis vannak alkalmak, amikor elalszik, így elég random, és hát ilyenkor én nagyon hosszú álomba merült, volt, hogy akár hónapokra is, és ezen kívül is amúgy is nagyon élénkek az álmai, mert hogy ebben a kötetben ez az álomvilág, álomvalóság létezik, és bár Fanny egyébként csak így elvezi ezt az álomvilágot, és hogy a saját dolgait megteremtheti ebben, végül is teljesen meglepetésszerűen belecsöppen egy kicsit ennek az álomvalóságnak a politikai rendszerébe azzal, hogy ez mennyire spoiler, igen, benne van a főszövegében is, szóval egy ponton tök véletlenül az egyik álmában besétál egy ilyen nagyon mindegy, ilyen nagyon fontos eseményre, nem tudok beszélni, bocsánat, ahol egy ilyen álmos ház éppen az új urát vagy úrnőjét fogja megválasztani, és hát Fennyt választja, és ezzel gyakorlatilag porondra kerül, és meg kell védenie ezt a házat az álomvalóságok az uralkodóitól, akik mindent megtennének azért, hogy megkaparintsák. Elvesztem a könyvet, a mágia rendszerét kicsit nehéz volt megérteni, mert voltak pontok, ahol nagyon sok infót kapott az ember, és ugye nagyon sok, szerintem ez fantasyban mindig így van, hogy kell idő, hogy az ember nagyjából felfogja, hogy mi hogyan működik, mert ugye mindennek van saját neve, ilyenkor mindennek van saját fogalma, saját szabályai, úgyhogy kicsit a mágia rendszerrel bajlottam egy pontig, illetve igazából PDF-ben olvastam a könyvet, nem fizikaiban, mert akkor még nem jelent meg, és hát annyira nem szokott jó lenni az én konverterem, ami PDF-et tud normális mobiba átalakítani a Kindle-emen, és így a PDF-et olvastam elforgatva. És ha bárki olvasott már PDF-et Kindle-en, akkor tudja, hogy écéri-pécérek lesznek a betűk, úgyhogy ez egy kicsit így úgymond elvett, nem is a... Mondhatjuk, hogy elvett az olvasási élményből, de ezt nem rovom fel a könyvnek, mert nyilván emiatt kicsit nehezebb volt olvasni, hogy ilyen nagyon hangyányi kis betűkből állt. De alapvetően tök jó volt, és kíváncsian várom egyébként a kötetnek a folytatását, valahol vannak matricáim is, mindent mutattam egyébként a könyvfesztiválos videóban. Egyébként nagyon kis szép is, ugye dedikáltattam is. Az ormágusok is nagyon-nagyon szépen meg van csinálva, úgyhogy ilyen nagyon kis szépen össze van rakva a kötet, ugye alul is vannak díszítések, minden fejezet elején is vannak ilyen képek, meg a fejezetek végén is. Szóval alapvetően nagyon szép a kötet, ilyen tök jó ilyen matt is, úgyhogy nem csillog annyira be, mint ami pont itt van az óramágusok, csak hogy ugye összehasonlításképpen. Alapvetően egyébként, mint karaktert, én Fennyt jobban szerettem, mint Vasilisát. Még ennyit tudok elmondani. Oké,
Na és hát amit még sikerült befejeznem szeptemberben, és az volt a poén, hogy ezt kezdtem előbb, mint a fenit, csak ezt még elkezdtem augusztus legeslegvégén, és aztán bejött ez, hogy ezt kell olvasnom, és akkor utána erre maradt. Ez nem más, mint Bella Fitzgeraldtól a Girl Goddess Queen, aminek az lett a magyar címe, hogy Pokolba a szerelemmel. Ez egy Hades és Persephone újramondás, ahol nem abból a szemszögből közelítik meg a sztorit, hogy Hades elrabolta Persephone-t, hanem Persephone utolsó menyvárként a pokolba menekült. És egy ilyen tök érdekes réteget tesz rá így magára a sztorira, úgyhogy igazából megtartja azt, ami így a lényege a Persephone-Hades kapcsolatának, per a sztorinak. Nem tett jót a könyvnek, hogy elolvastam belőle körülbelül 100 oldalt, aztán elolvastam a fenit majdnem 2,5 hét alatt, mert tényleg nagyon lassan tudtam olvasni most még, vagy hát még mindig nagyon lassan olvasok. Most éppen olvastam egy képregényt, amit vagy egy hétig olvastam. Nem azért, mert rossz volt, hanem csak azért, mert most ez így megy. És ja, úgyhogy ezt így egy hónapig olvastam, és ez szerintem valahol nem tett annyira jót a könyvnek. Viszont az a poén, hogy utána meg, mikor sikerült végre leülnem és olvasni, akkor gyakorlatilag valahogy úgy nézett ki, hogy amikor pont a könyvfesztiválkor végre tudtam folytatni, és így valami 250 oldalt egy este alatt ledaráltam belőle, úgyhogy amúgy toltam neki, és utána már nagyon gyorsan befejeztem. Csak voltak benne szünetek. Alapvetően egyébként nagyon élveztem így Persephone-nak a karakterét is, ami erre kihozták, illetve ahogy a szerző maga most így Hadesnek a karakterét közelítette, meg nyilván a romantikus részeit nagyon-nagyon szerettem, de szerencsére ez egy ifjúsági kötet, úgyhogy semmi olyasmi nem történt benne látványosan, ami nem szeretek olvasni, úgyhogy ez is nyilvánvalóan plusz pont a könyvnek. Egyébként ez egy ilyen, mint láthatjátok, egy nagyon pink könyv. A festése is nagyon pink. És én először azt hittem, hogy meg van kopva. Ez a minta, ez direkt ilyen, hogyha más is ebbe belefutna. Ilyen nagyon fontos dolgok. Igen, szóval alapvetően a sztori maga az természetesen ez, hogy Persephone-nak éppen próbálnak férjet találni, ő meg nagyon nem akar házasodni, és mint utolsó kétségbeesett mozdulat, Hadeshoz menekül le az alvilágba, ahol Hadesz akarva akaratlanul, kényszer alatt befogadja, és hát itt alakul a kapcsolatuk. Szóval alapvetően ezt a könyvet is nagyon élveztem, a Hadesz Persephone sztorikat mindig nagyon szeretem, főleg azt, hogy ez egy ifjúsági köntös volt, ugyanúgy megtartotta a görög, tehát hogy nem ilyen modernizált, vagy ilyesmi, jó vannak benne modernizált részek, de hogy alapvetően így az istenek világában játszódik, tehát hogy mint így az ókorban idézőjelben mondhatjuk úgy is, szóval hogy nem nincsen így megmodernizálva, mint mondjuk a Lower Olympusban, hogy ilyen buli negyed van, vagy ilyesmi, hogyha így tudjátok mire gondolok, hanem hogy így megvan az a környezet, ami mondjuk így az ókori istenek, vagy a görög istenek kapcsán az embernek az eszébe jut, de nyilván egy modern ifjúsági regény, szóval vannak benne dolgok, vagy olyan kifejezések, inkább lehet ez rá a jobb szó, ami közelebb áll a mai olvasóhoz, de igen. Szóval meg nagyon szerettem ezt a könyvet is. Úgyhogy, hát ez a két könyv fér bele nekem most a szeptemberemben. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki a hónapban. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlátok a következő alkalommal!